Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Édesatyánk, háladással köszönjük neked ezt a mai napot, az Úr napját, a vasárnapot. Hálát adunk a mögöttünk levőkért, az elvégzett feladatokért, a megtapasztalt szeretetért, gondviselésért. Köszönjük egészségünket, életünket, de köszönjük a próbákat is, amelyekbe esetleg beleengedtél. Köszönjük, hogy van szavad ma is hozzánk, és hogy ez az ige, igazság, élet és erő. Ezt kérjük most is, hogy te beszélj a mi szívünkkel, Urunk,
ne emberi hitető beszéd hangozzék, hanem mindaz, amit Te akarsz mondani ma nekünk. Köszönjük, hogy veled lehetünk, és így közvetve egymással is. Köszönjük, Urunk, hogy a Te templomod újra és újra megtelhet lelkeddel és igéddel, akkor is, hogyha most a gyülekezet otthonaiban hallgatja a Te beszédedet. Kérünk, kérlek, Uram, hogy valóban jöjj közel minnyájunkhoz, tudod, kik vagyunk, tudod, hogy milyen háttérből jöttünk, hiszünk vagy hitetlenkedünk, erősek vagy erőtlenek vagyunk, kérdéseink vannak. Urunk, Te adj válaszokat, Te vonj egész közel magadhoz, Te taníts minket a Te útjaidra. Hisszük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet, és ha kételkednénk, hogy Te vagy az életünk megoldása, adj bizonyosságot nekünk. Most, járványos időkben, örömben és bánatban, gyászban, vagy éppen háladásban, kérünk, Te szólj hozzánk, a Te szent és nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai istentiszteleten, amelyen mai újszövetség ige szakaszunkat olvasom, hallgassuk nyitott szívvel Mózes 4. könyve 21. fejezetéből, a 4-től a 9. versig terjedő szakaszból. Majd elindultak a Hórhegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edóm országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így kezdett beszélni a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért az Úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sokan meghaltak Izraelből. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, készíts egy mérges kígyót, és tűzd föl egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. Mózes tehát készített egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. És még egy helyről olvasom Isten igéjét, ami a szívemre helyeződött, és ennek üzenetét szeretném átadni nektek is, testvéreim. Ez pedig János evangéliumában olvasható a 3. fejezetben, a 14. és 15. versben a következőképpen. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Kedves testvéreim, ez az ige szakasz mindkettő egy csodálatos gyógyulás lehetőségéről beszél. Olyasmit tár elénk, ami felülmúlja az elképzeléseinket és a lehetőségeinket, hiszen háromféle méreg ellen hatásos ellenszérumról olvashatunk itt tulajdonképpen. Talán szabad most ezt a kifejezést idehozni, és igyekszem majd közérthetővé tenni. Mi ez a három méreg, lelki méreg, ami megjelent ott és akkor Izrael életében a pusztai vándorlás során? A türelmetlenség, az ellenségeskedés és az elégedetlenség. És erről a háromról azt olvassuk közvetve, hogy ezek halálos mérget jelentettek, hiszen egy halálos csapás lett a következményük. Mi a háttere? Hogyan alakult ki az emberek szívében ez a három indulat, ez a három lelki méreg? Elmaradt a honfoglalás, nagyon készültek rá, kiszabadultak ugye Egyiptomból, végig vezette őket Isten ott a Sinai félszigeten, átkeltek a Vörös-tenger északkeleti nyúlványán, úgy tudjuk a mai kutatások értelmében már, hogy az akabai öblön. Isten elvezette őket a Kánaán földjének szélére, aztán kémeket küldtek be, a kémek viszont elcsüggesztették a népet, hitetlenné, keserűvé váltak, így nem foglalhatták el most ezt az országot. Ez nagy csalódást jelentett, el kellett indulniuk visszafelé, a Vörös-tenger felé. Útközben aztán át kellett volna haladniuk Edóm országán. Edomiták azok az Ézsaúnak a leszármazottai, akik Jákob testvéreitől származtak, és
nagy csalódás a mostani Izraelnek, hogy ez az edomita király megtagadja az átvonulást tőlük, bár testvér közeli rokon népekről van szó, mégis egyszerűen megtiltja, és azt mondja, hogy nem mehettek át. Kemény ellenállásba ütközik Izrael, ezért kerülniük kell, kényszerű kerülő út áll előttük. Újra a Vörös-tenger felé kanyarodva. Érthető talán, hogy mindezek után, közben tudjuk, hogy az élelmezésük is egy egészen különleges megoldással oldódik meg, mannát kapnak, aztán fűrjeket is később, de nyilván mégsem úgy étkeznek, ahogy megszokták, akármennyire is rabszolga népként éltek Egyiptomban. Szóval egyfajta halmazati keserűség gyűrik fel, méreg gyülekezik az emberi szívekben. Talán érthető, hogy mindennek a következménye lesz a türelmetlenség, az ellenségeskedés Mózessel és tulajdonképpen Istennel szemben, és az elégedetlenség. Érthető, nem? Hiszen ott van bennük a kérdés, meddig baktatunk még ilyen lassan, egész népben, tömegben vonulva, sátorokat fölállítva, majd szétbontva és újra felemelve, meddig kell mennünk még így a pusztában? Meddig tart még ez a vándorlás? Aztán meddig kell még éppen ezekre hallgatnunk, Mózesre, Áronra? Tudjuk, hogy többször is fellázadnak ellenük, itt is, most is. Meddig éppen ők a vezetőink? Miért kell hozzájuk igazodni? Tudjuk, hogy ez a kérdés újra és újra felmerül családban. Miért pont övé az utolsó szó munkahelyen? Miért pont olyan a főnököm, amilyen, és olyan utasításokat ad, amilyeneket? És a politikai életben is ezerszer feszülnek egymásnak ellenséges indulatok, mert az egyik oldal egészen mást javasol, mint a másik, egészen más csinál, mint amit a másik szeretne. Ismerjük ezeket a felháborodásokat, és az ebből következő, szinte érthető ellenségeskedést, és ugyanígy ismerjük azt is, hogy az emberi szív meg tud utálni dolgokat, elégedetlenné tud válni, úgy érzi, hogy nincs elég pénz, nincs elég lehetőség, nincs elég siker, nincs elég élmény az emberi életben. Szóval megjelenik újra és újra mindhárom, a türelmetlenség, az ellenségeskedés és az elégedetlenség is. Ha most belepillantunk ebbe a konkrét történelmi helyzetbe, ahol most Izrael él és jár, még szinte érthetővé is tudjuk tenni, magyarázatokat is tudnánk találni arra, hogy miért pont ilyen indulatok, miért pont ilyen mérgek keletkeznek, születnek ott a szívük mélyén. Isten vajon nem tudja ezt megérteni? Ő miért nem érti meg, hogy szeretnének már a honnyukba érkezni, hogy szeretnének már állandó lakásokban lakni, és nem mindig csak sátorról sátorra vándorolni? Miért nem érti meg, hogy nem értik a vezetők döntését az emberek? Sokszor olyan érthetetlen lépései vannak Mózesnek, vagy éppen Áronnak. Miért nem érti meg Isten, hogy másképp kéne alakítani a politikát? Miért nem érti meg Isten, hogy nem feltétlenül elegendő az, ami jut, és noha nem éhezünk, mégis olyan sokszor másra vágyunk, valami mást, újat szeretnénk átélni, megenni, élvezni. Nem lehet megérteni ezeket a vágyakat. Testvérek, Isten igéje és Isten maga megérti mindezt, de elfogadni nem fogadhatja el. Miért nem fogadhatja el? Mert először is tudja, hogy ezek a mérgek halálosak a lélek számára. Ő, mint alkotónk, pontosan tudja, hogy mi az, ami valóban megelégít, mi az, ami valóban örömöt ad, ami táplál és éltet, és mi az, ami hosszabb távon mérgez. Tudja, hogy ezek a mérgek halálos mérgek a lélek számára. Aztán tudja azt is, ami urunk, hogy a mérget a kígyó szervezete termeli. Nem a körülmények igazából. Az emberi szív az, ahol megteremnek ezek az indulatok, ezek a mérgek, úgy, ahogy Isten igéje mondja a Mózes első könyve 8. részének 21. versében, az ember szívének gondolata szüntelenül gonosz az ő ifjúságától fogva. A bűneset óta így működünk,
És Isten nagyon jól látja, hogy ez a fajta ellenségeskedés, ez belőlünk fakad. Nem véletlenül mondták már a rómaiak is annak idején, hogy homo homini lupus, ember embernek farkasa, mert ezt tapasztalták a saját környezetükben, a saját életükben is. És a harmadik ok, ami miatt Isten nem fogadhatja el ezt a fajta lázadást és ezt a három mérget, méreg anyagot, ami keletkezett az akkori izraeliták szívében, lelkében, a harmadik ok, ami miatt nem fogadhatja el, hogy tudja, van ellenszérum, van ellenanyag, lehetne közömbösíteni ezeket a mérgeket. És ez a nagyszerű híre ezeknek a mai igéinknek, testvéreim, van ellenszérum, van ellenanyag, amely tökéletesen közömbösíteni tudja mind a türelmetlenséget, mind az ellenségeskedést, mind pedig az elégedetlenséget. És az ember felelős azért, hogy él-e ezzel az ellenszérummal, hogy valóban igénybe veszi-e. Mert amikor Isten küld például mérges kígyókat itt az izraelitákra, hogy figyelmeztesse őket, akkor is úgy küldi, ami tőle jön méreg, hogy vele együtt adja a megoldást is. Adja az ellenszérumot is, egy nagyon különös módon fel kell állítani egy póznát, arra föltesznek egy részkígyót, és aki arra föltekint, az megmenekül. Tehát Isten, amikor ítéletet hirdet meg és gyakorol, mindig hirdeti az ő kegyelmét is, hirdeti a kimenekedés útját is. Az emberen múlik, hogy ezt megragadja-e, él-e vele, vagy közömbösen figyelmen kívül hagyja. Tudjuk, hogy mindhárom ősi bűn ördögi eredetű, tulajdonképpen a sátán volt az, akinek a szívében ezek megszülettek, ahogy összerakjuk a bibliai kijelentés részleteit. Ő az, aki türelmetlenné vált, mert még magasabb polcra vágyott, még nagyobb hatalomra, mint amit Istentől kapott. Ő az, aki ellenségeskedés szított az ember és Isten között, és ő az, aki örök elégedetlenséggel él, neki nem elég az, ahol van, és az emberben is fölkelti ezt a fajta elégedetlenséget, majd olyanok lesztek, mint az Isten, hallgassatok rám, és akkor többek lesztek, mint amik most vagytok. De az emberi felelősség mégis ott van ebben a történetben és az emberiség történelmében, mert bár ördögi eredetűek ezek a mérgek, ezek a bűnök, de az ember felelős, amikor dönt arról, hogy engedi ezeket a mérgeket hatni, és nem veszi igénybe az Istentől elkészített ellenanyagot, ellenszérumot, ahogy ezt most fogalmazzuk a mai történetünk alapján. Isten szólt előre Ádámnak és Évának, és szól ma is. Isten figyelmeztet és elmondja, hogy ezekkel a mérgekkel ne élj együtt, mert elpusztítanak, mert tönkretesznek. Az egyik legfontosabb figyelmeztetése Istennek maga a 10 parancsolat. Világossá teszi, hogy mik azok a mérgek, amelyek lassan, de biztosan elsorvasztják és tönkreteszik az egyéni és a társadalmi, illetve a családi együttélésünket, lehetőségeinket. És a mérget az ember szívet termeli. Jeremiás próféta írja le a könyve 17. részében, a 9. versben, csalárdabb a szív mindennél és gonosz az, ki tudná kiismerni, javíthatatlan. A felelősségünk tehát az, hogy az ember maga taszítja el a megoldást, pedig van, pedig Isten elkészítette. Mégis mi taszítjuk el a méregtelenítésnek áldott felülről elkészített lehetőségét? Ez a bűn, ahogy az ige megfogalmazza. Mi a bűn, mondja Jézus Krisztus? A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ez a gyökere mindennek. Ez a legpusztítóbb, a legősibb, a legmélyebbre ható méreg az emberi lélekben. Nem bízom meg Jézus Krisztus személyében. Ehhez képest az egyéb lelki harcok, viták, mind csak halvány gyermeksírások, most hadd fogalmazzak így, testvéreim, akármennyire is felmerülnek nagy kérdések, és létrejönnek nagy viták LMBTQ ügyben, vagy a gender ideológia kapcsán, vagy az úgynevezett
BLM mozgalommal kapcsolatosan ezek a viták, ezek mind csak másodlagosak ahhoz képest, ami az ember alapbaja, alapproblémája. Alapvetően ott van magunkban bennünk a bizalmatlanságnak, a hitetlenségnek a mérge Jézus Krisztussal szemben. De ezt a hitet, ezt kínálja fel Isten az ő igéje és lelke által. Ezt a hitet osztja szét mindazoknak, akik feltekintenek Jézusra, akit jelképezett az a korabeli részkígyó. És ez a mozdulat, ez a feltekintés, ez a hitnek a szimbóluma. Felnézek és hiszek. Nem tudom, hogy fog történni, nem értem a részleteit. De valami történt ott és akkor az izraeliekben, biológiai értelemben és lelkileg is. Mert szót fogadtak, mert megfogadták Jézus, illetve az élő Isten tanácsát, amit Mózes közvetített feléjük. Aki feltekint a részkígyóra, az megmenekül. Kipróbálták, és megtörtént. És valóban úgy működött, úgy cselekedett Isten, ahogy megígérte. Minden bűnünk, minden mérgünk ellenszere ma is ugyanaz, testvéreim. A Jézus Krisztusba vetett hit. Hit Jézusban, feltekintés őre áll. Arra a megoldásra, amit Isten készített el az ember bűnére és nyomorúságára. Erről szól mindkét ige szakaszunk az Új és Új Szövetség egyaránt. És az a csodálatos, hogy ez mindenféle méreggel szemben hatásos, és minden ember számára hatékony. Ott és akkor az ószövetségi történetben például nem lehetett tudni, hogy hányféle kígyó marta meg az izraelitákat. Ahány kígyó, annyiféle méreg, ahogy én tudom, de mindenképpen többféle méreggel rendelkeznek a mérges kígyók. Nem tudjuk, hogy milyen támadás érte ott őket akkor. És azt sem tudjuk, hogy a konkrét tagok, a gyülekezetnek, a népnek a tagjai milyen immunrendszerrel rendelkeztek. Hogy éltek az idősebbek, mennyire voltak öregek köztük, de mennyire voltak egészségesek a fiatalok is, gyerekek, vagy hordoztak-e krónikus betegségeket magukban. Semmit nem tudunk, de egy biztos, a feltekintés a részkígyóra mindenkin segített, személyválogatás nélkül. Bármilyen volt a teste, az immunrendszere, bármilyen volt a lelke, segített a feltekintés. Mindenkit megmentett, aki hittel feltekintett. Érdekes a biológiai párhuzam is, egy pillanatra hadd nézzünk ebbe is bele, hiszen a méreg molekuláknak azonos alakja van, és úgy illenek az emberi sejtjeinkhez, valamelyik receptorához, mint a kulcs a zárba. Be tud hatolni a méreg a sejtbe, és ott elvégzi a maga pusztító hatását. Ha viszont az ellenanyaggal megváltoztatják a méreg molekulákat, akkor a kulcs többé nem illeszkedik a zárba. Azaz, a vérben szabadon kering a méreg, de nem képes kifejteni pusztító, betegítő, sőt gyilkos hatását. Isten belehelyezte az ellenanyagot népe tagjainak szervezetébe. Én ezt hittel vallom, noha sem orvos, sem biológus nem vagyok, de azt tudom, hogy a Teremtő Isten képes volt erre. Hogy ott és akkor, aki föltekintett, az abban a pillanatban a testében ellenanyaggal rendelkezett, és hiába volt ott a méreg molekulát megváltoztatta az ellenanyag, így ez a molekula nem tudott behatolni a sejt receptorain keresztül, és így nem ártott többé. Így nem ártott többé, hanem idővel kiürült onnan a szervezetből. Isten, mint teremtő, ezt meg tudta tenni, és hiszem, hogy meg is tette. Ezért maradtak életben azok, akik föltekintettek a póznán levő részkígyóra. Tudjuk, utaltam már rá, hogy a lelki méreg a bűnesetkor került belénk. Tudjuk, hogy alapvetően a sátán tulajdonságai voltak, ő maga romlott meg és vált türelmetlenné Istennel szemben, ellenségessé és elégedetlenné, és amikor az ember ráhallgatott, akkor ez a különös lelki méreganyag bekerült az ember lelkébe, szívébe, és ma is azt támadja, ami gyógyítani tudná.
ez a bizonyos méreg és ezek a mérgek alapvetően mit támadnak? A hitet, a bizalmat Istennel szemben. Igen, ez a méreg a saját ellenanyagát támadja és pusztítja, vagyis a bizalmat roncsolja Istennel szemben. Tudjuk, hogy a sátán maga is ezt akarta elérni, ez volt az ő fő szándéka. Csak ugyan? Kérdőjelezzük meg Isten szavait, kérdőjelezzük meg Isten szavahihetőségét, Isten jóságát, jóindulatát, csak ugyan? És ma is ez vonul végig a történelmen, ez a csak ugyan, ez a bizalmatlanság. Az ember szívében, lelkébe bekerült bűnméreg folyamatosan erre törekszik, ezt szeretné elérni, hogy ne legyen ott bizalom. Mert ahol bizalom születik, ahol bizalom, ahol hit van, ott a méregnek vége. Ott nincs többé uralma, nincs hatása, nem csak az ember sejtjére biológiailag, hanem az ember lelkéleg sem, spirituális értelemben. Alapigény pedig azt hirdeti, Jézus Krisztus maga mondta, hogy amint Mózes felemelte annak idején a részkígyót a pusztában, úgy kell felemeltetni az emberfiának is, vagyis ő neki magának, hogy aki hisz, az örök életet találjon benne, általa. Jézus Krisztus felemeltetett, testvéreim, kétszeresen is. Két csodálatos, mondjuk így, lelki ellenanyag keletkezett ezzel a történelemben, amely mindenki számára hatásos, és minden bűnnel szemben hatékony. Az egyik a felemeltetés a Golgotai keresztre, hogy legyen váltság, hogy legyen váltságdíj a mi bűneinkre, hogy minket ki lehessen menteni a bűn hatalmából, a bűn rabszolgatartó erejéből. Ez volt az első felemeltetés az Úr Jézusnak, akkor a keresztre emelték. A másik pedig, amikor feltámadott a húsvétkor, a húsvéti sírból. A feltámadása, az örök élete, a győzelme a halál fölött, a másik ellenanyag, amit, hogyha hiszünk, meggyógyulunk, mind a váltságot, mind a feltámadást. Ahogy Pál apostol olyan szépen összefoglalja a Római Levél első részében, Jézus a feltámadása által Isten hatalmas fiának bizonyult. Itt vagyunk nem messze húsvéttól, egy vasárnapnyira ezen a mai napon. Olyan jó lenne engedni, hogy Isten igéje és lelke elhelyezze az életünkben ezt a két csodálatos lelki ellenanyagot. Ennek a lelki szérumnak az összetevőit, hiszen maga ez a szérum jelképezze most az üt történetet, a megmentésünk történetét, ahogy Isten mindent végig gondolt kezdettől fogva, ahogy elhatározta, hogy ha az ember netán fellázadna is, türelmetlenné lenne, ellenségessé és elégedetlenné, akkor is készítek ellenanyagot ebben az ellenszérumban. Belehelyezem a világba, oda teszem a keresztet, és oda teszem a feltámadás jelét, hogy ez a két jel, ez a két ellenanyag tökéletesen legyőzzön minden bűnt az emberi szívben, és legyőzze a kétséget, legyőzze az ellenségeskedést ember és ember között, elvegye a türelmetlenséget és az elégedetlenséget. Hiszen mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja, hogy szoktuk énekelni is. És énekeljük az énekkel együtt, hogy zengd Jézus nevét, zengd világ, mert ő az, aki felemeltetett a keresztre is, és feltámadása által felemeltetett, visszaemeltetett a mennyek országába is, az Atya trónjára, hogy ott is közben járjon, most is értünk. Jézusnak ez a kettős felemeltetése a megoldás. A megoldás minden bűnre. És a biológiai párhuzam talán annyiban is jó itt most, mert úgy olvastam, hogy a bekerült méreg, amikor az ellenanyag közömbösíti, akkor még egy darabig ott van bent a vérrendszerünkben, a vérkeringésünkben, csak már nem tud hatni. A Jézushoz forduló ember életében is ott vannak még a bűnök, mint lehetőségek. Kísértésként újra és újra súg a sátán, ezt tedd meg, azt meg ne tedd meg. Hazudj, csalj, lopj, paráználkodj, légy igazságtalan, légy szeretetlen, légy önző. Harcold ki, ami a tiéd, változtasd meg az isteni rendet, operáltasd át magad, csinálj bármit, bármivel rúgd fel Isten tervét és rendjét. Ott kering a vérünkben a bűn, mint méreg,
de újra és újra közömbösíteni lehet, újra és újra legyőzetik ez a méreg, hogyha fölnézünk Jézusra és segítségül hívjuk. Ha hiszünk benne, ha elhisszük, hogy nem csak ott és akkor Izraelben az Ószövetség idején cselekedett biológiai csodát, hanem cselekszik ma is lelki csodát a 21. században ugyanúgy, mint évezredekkel ezelőtt. Aki hisz ő benne, annak örök élete van. Amint Mózes felemelte a részkígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Ez a mai üzenet, ez a csodálatos jó hír. Mert igenis, a Jézus Krisztusba vetett hit közömbösít, közömbösíteni tud minden mérget. Közömbösíti a türelmetlenséget. A Jézusba vetett hit a türelmetlenség ellenszere. Hiszen Jézussal járva, belé kapaszkodva döbbenek rá, mennyire igaza van a Prédikátor könyvében, a harmadik részben Bölcs Salamonnak, aki ott leírja, hogy mindennek rendelt ideje van. Minden egy meghatározott, csodálatos, isteni terv szerint alakul az életünkben. És szabad nekünk hozzáigazodni, és kivárni a megfelelő következő lépéseket, és nem türelmetlenkedni semmivel és senkivel szemben. A Jézusba vetett hit ad békességet és türelmet, mert tudom, hogy nem véletlenszerűen, nem sorsszerűen alakul az életem, hanem Isten áldott terve valósul meg napról napra, sőt percről percre, mindabban, amit élek, amit megtapasztalok. A Jézusba vetett hit a türelmetlenség ellenszere. De ugyancsak ez a hit az ellenségeskedés ellenszere. Hiszen hányszor és hányszor elmondta, és aztán megmutatta. Bocsássatok meg egymásnak, és mennyei atyátok is megbocsát nektek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Én sem ítélek el téged, eredj el és többé ne vétkezzél. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, akinek megbocsát, írja már a Zsoltárok könyve is. Igen, az ellenségeskedés áldott ellenszere a Jézus Krisztusba vetett hit, testvéreim. Az a hit, amely megtanít minket arra, hogy valóban Jézus élő példái legyünk ezen a földön. Ahogy ő maga mondta, arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ha nem engedtek ellenségeskedést, nem engeditek, hogy a sátán éket verjen közétek. Ő dolgozik ezen, tudjuk, az egyházban is, a világban is, újra és újra versengés, ellenségeskedés, fölébe kerekedés. Olyan szomorú, amikor látom, hogy sokan ezt ételezik fel rólunk is, lelkipásztorokról, persze, mert adtunk már rá rossz példát. De vannak jó példák is, valóban alázatban, őszinte szerénységben és visszafogottságban élő hívő emberek, egyszerű gyülekezeti tagok, kétkezi munkások, földművesek, vagy éppen értelmiségiek, lelkészek, vagy mások, akik valóban Jézusra néznek, belé kapaszkodnak, azok megtagadnak minden ellenségeskedést, és amikor felmerül, amikor jön újra aktivizálódni akar ez a méreg, akkor újra fölnézünk Jézusra. Uram, Te a békesség Istene vagy, tölts el engem is a Te békéddel, és ahogy Te megbocsátottál nekem, én is megbocsátok az ellenem vétkezőknek. És igen, a Jézusba vetett hit áldott ellenszer az elégedetlenséggel szemben is, hiszen benned mindent meglelek, Te vagy a mindenem, ahogy hallunk majd erről egy kis éneket is, Te vagy a mindenem, Uram, benned van a békém, az örömöm, benned van a reménységem, a tápláltatásom, Te magad vagy az élet, csupa nagybetűvel, Te belüled árad mindaz, amire szükségem van, és Te ki tudsz rendelni testi, lelki eledelt, anyagi forrásokat, barátokat, orvosokat, ha kell, segítőket. Uram Jézus, Te tartod kezedben a sorsomat mindenféle tekintetben, áldom és magasztalom a Te szent nevedet ezért. A Jézusba vetett hit az elégedetlenség ellenszere, és a Jézusba vetett hit, ami megmenekülésünk biztos záloga. Hiszen ha ő nem hal meg nagypénteken, akkor nincs bocsánat a bűneinkre, de meghalt, és feltámadott, hogy lássuk, Isten elfogadta az áldozatot, és nem kívánta halálban hagyni az ő fiát. Megbüntette helyettünk, aztán felemelte, kihozta a sírból, odaültette a mennyei trónra, ahol most is közben jár és imádkozik értünk, és ahonnan majd visszajön ítélni eleveneket és holtakat.
Boldog az az ember, testvéreim, aki fölnéz rá, aki őrá néz fel mindig, minden helyzetben. Kórházi ágyban, vagy éppen egészségben, jó időben, rossz időben, gazdagságban és szegénységben, háborúban és békében, örömben és bánatban, gyászban, vagy éppen egy születendő gyermekért hálát adva, betegség idején, járvány idején, amikor látjuk, hogy igazán még mindig nincs biztos ellenszerünk, próbálja az orvostudomány az emberi immunrendszert aktivizálni, hogy termeljen, készítsen ellenanyagot a koronavírussal szemben, és ez részben sikerül, és adja Isten, hogy sikerüljön is, de közben látjuk, hogy mutációk jönnek, változások, váratlan fordulatok, nincs a mi kezünkben a hatalom. Nem a mi kezünkben van a hatalom. Az Úr Jézus Krisztus az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. És ő fog kivezetni minket ebből a vészterhes időből. Ő fog győzelmet adni. És őt dicsérjük és dicsőítsük. És erre hívok mindenkit, aki hallja, akárhol van, akár egészséges, akár beteg, akár a bűn mérgével küszködik, és maga is mérgelődik azon, hogy miért bűnös. Mindezzel boruljon Jézus elé lélekben, aztán nézzen föl rá, és hívja segítségül. Uram Jézus, itt vagyok, segíts rajtam, benned bízom, te vagy az én megmentőm. A beléd vetett hit, most már értem, az az eszköz, az a kapcsolódás, ami által az életembe áramlik, az ellenanyaga, bűn ellenanyaga, közömbösíti, legyőzi, eltörli azt a te drága életed árán. Áldalak téged, Uram Jézus, hogy van ellenszere az én nyomorult bűnös életemnek, a bűneimnek, és van perspektívája, távlata az életemnek, sokkal több, mint amit itt a földön megélhetek. Szeretném veled élni az örökké valóságot. Felnézek rád, Uram, úgy, ahogy itt a János evangéliumában olvastuk, felnézek rád úgy, ahogy annak idején a Mózesféle póznára felnéztek az izraeliek, és megmenekültek. Felnézek rád, és hiszem, hogy örök életem van, mert aki felnéz arra az felemeltetett emberfiára, és hisz benne, annak örök élete van ő általa. Ez a mai ige, ez a mai üzenet. Ezt vigyük át, adjuk tovább a gyerekeinknek, az unokáinknak, a szomszédainknak, a barátainknak. Van ellenszere a bűnnek, a türelmetlenségnek, az ellenségeskedésnek, az elégedetlenségnek. Jézus Krisztus betölt, Jézus Krisztus közömbösíti a bennünk dúló bűnt, a bennünk munkálkodó mérgeket, az ő szeretete, az ő igéje és lelke elvégzi, hogy mint ellenanyag közömbösítse a mi bűneinket, és hogy felnézünk rá nap mint nap, újra és újra átéljük. Győzelmet ad az Úr, mert benne van mindenünk, erőnk, forrásunk, jövőnk. Így adjunk hálát és magasztaljuk az ő szent nevét, és kérjük az ő védelmét, kérjük az ő áldását, itt és most és életünk minden idejében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te megígérted a te igéd által, hogy aki benned van, vagyis aki fölnéz rád, beléd kapaszkodik, az új teremtéssé lesz, a régi elmúlik és új jön létre. Köszönjük, hogy ilyen új élet jöhetett létre akkor már az Ószövetség Izrael népében is. A halálra ítéltek, a halálosan megmérgezett emberek mégis meggyógyultak. És hálát adunk, hogy mindez lelkileg még inkább így van, hogy a mi életünkben jelenlévő bűnméreg közömbösíthető általad, a beléd vetett hit által, mert a te váltsághalálod és a te feltámadásod teljes győzelem a sátán minden terve fölött, minden munkálkodása fölött. Bármennyire is próbálja belénk csepegtetni mindezeket a bűnöket, újra és újra arra szít, hogy legyünk türelmetlenek az életünkben, hogy legyünk ellenségesek másokkal szemben, hogy legyünk elégedetlenek mindazzal, amink van. Ezzel szemben a te áldott igéd elvégzi bennünk, hogy minden forrásunk benned van, és így elégedetten nézünk szét. Tudunk örülni a kevésnek, a kicsinek, tudunk örülni a legkisebb gyógyulásnak is, a legkisebb előrelépésnek is, tudunk örülni a másik embernek, még akkor is, ha az másmilyen, és tudjuk neki elmondani, nézz Jézusra, és meggyógyít téged. Meggyógyít minden bűnből, devianciából, félrehajlásról, hajlásból, kisiklásból, visszavezet az ő útjára,
életet ad, megtart, sőt, az örökké valóságba visz el. Úr Jézus Krisztus, áldunk mindezért, és így kérünk, maradj velünk, áld meg az életünket Te minden jóval, hiszen tudjuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled száll alá, és tudjuk, Urunk, hogy aki téged odaadott, mint egyszülött fiút, veled együtt, hogy ne adna mindent mi nekünk. Így áldjuk a Te nevedben az Atyát, segítségül hívjuk a Szent Lelket, és bízunk benned, Uram Jézus, újra és újra. Kérünk, légy ott a betegeinkkel, gyógyítsd őket. Köszönjük mindazokat, akiket már meggyógyítottál. Köszönjük az orvostudományt is, annak eredményeit is. Ó, bárcsak minél több orvos fölmutatna rád, és téged dicsőítene, és elmondaná, amit némelyek azért megszoktak fogalmazni. Mi csak kezelünk, de valaki más gyógyít. Úr Jézus, Te vagy a mi gyógyítónk. Így jövünk hozzád vigasztalásért, kérve, hogy gyászoló testvéreinket különösen is vedd körül, különösen azokat, akiket most váratlanul és hirtelen letiport ez a vírus. Urunk, Te vagy az, aki vigaszt tudsz adni, és éppen azáltal, amit ma ígértél. Mint ahogy Mózes annak idején felemelte a rézkígyót, így emeltetik fel az emberfia is, hogyha valaki hisz benne, örök élete legyen általa. Urunk Jézus, áld meg a mi vezetőinket, áld meg mindazokat, akik döntést hozhatnak, járványügyben vagy bármilyen más kérdésben. Áld meg egyházunk vezetőit, hogy hittel bátran tervezzék a jövőt, és bátorítsanak minket, minnyájunkat. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik felelősek a közéletért, hogy olyan iránymutatások fogalmazódjanak meg, amelyek nem csak bölcsek, nem csak értelmesek és logikusak, nem csak a számokra néznek, hanem fölnéznek rád, mindenek urára, aki kezedben tartod most is a történelmet, és aki egy napon majd lezárod, amikor visszajössz, hatalommal és dicsőséggel. Úr Jézus, köszönjük, hogy megváltónk vagy, köszönjük, hogy a Te drága véred eltörli a mi bűneinket. Imádunk, magasztalunk és áldunk Téged mindezért, és kérünk, maradj velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak gyógyító, üdvözítő kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak felülmúlhatatlan szeretete, és a Szentlélek megerősítő és vezető közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Szeretettel hívom a kedves testvéreket, hogy egyelőre ebben az online világban legyünk együtt, figyeljünk Isten igéjére, használjuk erre az internetet, ami most lehetőségképpen adatik. Áhítatokat, Isten tisztelteket igyekszünk feltenni mi is itt a Hajdúböszörmény kálvintéri gyülekezetben, a honlapunkra, illetve a YouTube csatornára. Adjuk tovább ennek hírét, illetve itt helyben a televízió is, a helyi tévé is minden vasárnap 10 órától közvetíti valamelyik gyülekezetnek az Isten tiszteleti felvételét. Olvassuk az igét, beszélgessünk róla, és amint lehet, újra összejövünk majd, folytatjuk Isten tiszteleteinket reménység szerint. Sok-sok áldást és erőt kívánunk a pedagógusoknak, kívánjuk, hogy a gyerekek is mielőbb újra találkozhassanak az iskolákban. Sok-sok áldást, erőt kívánunk az egészségügyben dolgozó valamennyi szakember és munkatárs életére. Adjon nekik az Úr türelmet, adjon nekik felülről való világosságot és sok-sok erőt. Kívánjuk, hogy gyászoló testvéreink életébe is lépjen oda az Úr és mutassa meg vigasztaló kegyelmét. Így kérjük, maradjon velünk most és minden időben. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!
szent.